Állatolimpia. Üdvözlöm a sportszerelmeseid ezen az utánozhatatlan hangulatú állatolimpiai mérkőzésen, ahol a békák mérik összetudásukat a bikákkal. Új meccs, új izgalmak. Pünkös továbbítja a csülkösnek. Csökös kapja a jobb szélen. Egyelőre nem esett gól annak ellenére, hogy egyértelmű fölényben vannak a bikák. Csökös már a békák kapuja előtt van, a kapuban Béka Béla. A bika csatár kitűnő lövő helyzetben van, és óriási hátrarugás! Gól! Úgy látom, Béka Béla lemaradt a gyepen. Egy kis elsősegélyre van szükség. Ezek a gyúrók igazán remek munkát végeznek. A kezelés után Béka Béla nagyobb formában van, mint amilyenben volt, úgyhogy már is folytatódhat a találkozó. A bikáknál a labda. Tülkös. Csülkös egyedül viszi a labdát. Már is ott van a kapunál. Rálövi. És Béka Béla csodásat vév. Hosszú kirúgás. Egyenesen a bikák kapujában köt ki a labda. 1-1. Megint a bikák támadnak. Tülkös. Tülkös ki a jobb szélre Csülkösnek. És megint gólhelyzetben a béka kapu előtt. Béka Béla kirohan. Atya ég. Atya ég! Mekkorát ütközik Béka Béla és Csülkös. Béka Béla pedig úgy látom, hogy jó alaposan kifújja magát. És fantasztikus ügyességgel kaparítja meg a labdát. Lő és gól! Bravo Béka Béla! A békák győztek tehát 2-1-re. Hála Béka Bélának, aki ugyan felfúvalkodottnak látszik, de ez most talán jogos. Ezzel el is köszön a kommentátor, Kígyó Károly. Köszöntöm a foci barátokat az Állatolimpián, ahol éppen a mocsári krokodilok és az erdei majmok közti rangadó zajlik. Az állás 0-0 a krokodiloknál a labda. Aligátor továbbítja Reti Kolosnak, aki kitűnő lövő helyzetbe kerül a majmok kapusának, Inda Daninak nehéz dolga lesz. Ó, nem, Reti Kolos szereli Inda Dani és kirúgja Pávián Ivánnak. Pávián Iván pedig gólhelyzetet orron. És lő gól, 1-0, és mindez bőven elég ahhoz, hogy a pályán krokodil könnyek hújjanak. Aligátörnél a labda. Te jó Isten, aligátör és bücskös öcskös egymásba rohantak. Példás összjáték alakult ki köztük, amivel komoly részt ütöttek a majmok védelmén. De az nevet, aki utoljára nevet, micsoda összjáték. Ott van, 1-1, a majmoknak most az arcukra fagyott a mosoly. A krokodilok ugyanis majmot csináltak belőlük, abból pedig nekik elegük van. Már is ellentámadásra indulnak. De mi ez? Elképesztő. Reti Kolos a saját csapattársait rúgdossa, miközben a nevetés teljesen megbénítja a majom csapatot. És gól! 2-1 a krokodiloknak, Makákó Ákos pedig leviszik rekeszítom görc miatt. És vége! A krokodilok 2-1-re győztek, a majmok saját dugájukba dőltek a röhögéstől. Ezzel búcsúzik a kommentátor Kígyó Károly. Üdvözlet minden sportrajongónak a mai állatolimpiai futballrangadón, mely a trópusi hernyók és a háztáji tyúkok között zajlik. Jelenleg épp a tyúkok támadnak, de egyelőre nem született gól. Most Kender Magda remek lövőhelyzetbe kerül a hernyó kapu előtt, fenyegetve ezzel gírnyó hernyót a kapust, akinek nincs sok esélye a védésre. De nem! A tyúkok teljesen szétestek, meg kell hagyni a hernyókapus nagyon éppen gerjesztően néz ki, főleg tyúk szemmel. Közben azonban két hernyó talpal a kapu felé szédítő sebességgel. Ó, a csatárlánc elszakadt, csúnya baleset volt és meglehetősen gyanús, a bíró már ott is van. Igen, Baron Fidelia szabálytalankodott Arasz Olivérrel, ez bizony 11-es. A német vendégjátékos hernyó végzi el a büntetőt. Összpontosít. És elvéti, nincs szerencséjük a hernyóknak. A hernyó edzőcserét jelent be.
Ó, te jó ég, az egész hernyó csapat pillangóvá változott. Gondolom az öltözőben csak bábok voltak a gyúró kezében. Közben a tyúkok indítanak támadást. Az élet... Hopp! Jaj, de ebben a pillanatban szerelnek a pillangók és megindulnak a tyúk kapu felé. A tyúkok reklamálnak, de mi már csinálhat egy pillangó a repülésen kívül? Ó, a tyúk kapus ravasz fortéllyal lepkehálóvá alakítja a kaput. És bevált a trükk, a pillangók nem akarják egy gyűjteményben végezni. És megfutamodtak. Vége a mérkőzésnek, 0-0 az eredmény, és a hernyók a végére meglehetősen elpillettek. Elköszön a riporter, Kígyó Károly. Köszöntöm Önöket az Állatolimpián, kedves sportrajongók, tartsanak velünk ezen a feszült hangulatú mérkőzésen, ahol a házőrző kutyák mérkőznek a mocsári krokodilokkal. Az állás 0-0, rücskös-öcskösnél a labda. Ó, te jó ég, Csahós a földre került, magát a káncsolást nem láttam, de úgy látom, Csahós sérülése komoly. Jön is már be az orvos és a gyúró, az orvostudomány legmodernebb eszközeivel felszerelkezve. Csahós már talpon is van, jó munkát végzett az orvos, Csóvás végzi el a szabadrugást. Kaján Kajmán szereli. Átadás alig átörnek. Ajjaj, Csahós megint a földön, úgy tűnik nagyon fájdalmas sérülése van. Nem, úgy látszik, mégsem volt olyan súlyos, és Kuty Ulrik vezetheti a labdát. Ő is áldozatául esik a krokodilok erőszakos játékmodorának. Rücskös-öcskös piros lapot kap. Bár ezúttal nincs is szükség gyúróra. Látva az elmérgesedett helyzetet, a krokodil edző behívja a pályára Marlon Krokót, az egyedülálló Marlon, korunk legnagyobb sztárját. És Marlon beleveti magát a játékba. Csahós támadja, aki harmadszor is földre kerül. De már Marlon is a földön! Úgy látom, súlyosan megsérült, rendkívül nagy fájdalmai vannak. Alig vonszolja magát. És a bíró 11-est ítél a krokodiloknak. Marlon most a stadion sztárja, micsoda nagy játékos! És Reti Kolos belövi a gólt! Megszólal a síp, és a krokodilok győztek 1-0-ra, hála Marlon teljesítményének. A blökik mehetnek tanulni Rintintinhez, ezzel bújtítik a közvetítésvezető, Kígyó Károly! Én melegen üdvözölni a sportrajongókat, ezen a pingvin zsiráf mérkőzésen, de sajnos nem tehetem. A fagyos hangulat ellenére a bíró nem tartja szükségesnek elhalasztani a meccset. A körülmények természetesen a pingvineknek kedveznek, akik 1-0-ra vezetnek is. A zsiráfokat viszont némileg bizonytalanná teszi a sikamló talaj. Amint látják. A pingvinek azonban nem zavartatják magukat, mondván, petyes zsiráf ne menjen a jégre. Ó, micsoda figura! Milyen szép pürmérkőzést játszanak a pingvinek! De jó ég! Nézzék ezt a labdakezelést! Színtiszta költészet! Ó, szabálytalanul szerel, égi mesz előn, úgy látszik, kissé bepörgött, meg is kapja érte a piros lapot. A bíró leküldi a pályáról, és ez így van rendjén. De várjunk csak, mi történik. Elkezdett olvadni! Igen, Ciklon Anti látogatta meg a stadiont, de a bíró még mindig engedi tovább a meccset. Teszi ezt a zsiráfok legnagyobb örömére, akik most támadásba lendülnek. Szolos Kolosnál a labda. Átadás foltostasnak. A pingvinek számára ez a meccs elúszott, a zsiráfok viszont olvadoznak a gyönyörűségtől. És gól! Egyenlítettek a zsiráfok. És ezzel vége is. Az igazi győztes ma a felmelegedés, amely lassan szétterjed az egész országban. Jól lehet észak-észak-keleten Ha
Köszöntöm a sportrajongókat, üdvözlök mindenkit a mai meccsen, ahol a kutyák mérkőznek a farkasokkal, az állás 0-0, a kutyák támadnak. Julius rúgja Cézárnak, aki további Brutusnak. Ez utóbbiról azt rebesgetik az újságok, hogy az ellenfél megvásárolta. Ez persze aljas rágalom, amit megemlíteni sem érdemes. Brutus gólhelyzetben, a kapuval Erdős Ordas. Brutus, és begörcsölt a lába, micsoda pehj, a víróink, hogy folytassák. Lompos Vilka Lompos adja előre. Gonoszkár, szőrörs, fogastas, farkas gólhelyzet a kapuban, Bundás, ő is megvehető, ha igaz a hír. Ó, lövés, és Bundás is görcsöt kapott, benn van a gól, 1-0 farkasokra. Szegény edző kutyául érzi magát, azt hitte csont nélkül meg lesz a győzelem. Kutya középkezdés. Baks is veszi le, elindul a kapu felé, őt is, mint Brutus és Bundást azzal vádolják, hogy megvehető, de ez persze nem több holmi légből kapott vegykánál. Ó, te jó ég, ő is görcsöt kap, hiába csőstű, jön a baja, hogy mondani szokták. A bíró tovább inti a meccset, és a farkasok lendülnek támadásba. Az ő jó hírük sem makulátlan, ha igaz a szóbeszéd, miszerint megállapodtak a kutyák edzőjével. Jobb azonban az ilyesmit kétkedéssel fogadni. De ez aztán igazán fura, úgy látszik, valóságos görcs járvány tört ki a farkasok között. Életemben nem láttam még ilyet, a bíró tovább engedi a mérkőzést. A kutyáknál a labda, Cézár adja előre Brutusnak. Ott van a farkas kapu előtt. Lő, gól! 1-1! És a bíró ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést. Egyébként állítólag mindkét csapat lefizette, hogy nehogy részrehajló legyen, de ez is afféle lenne, mondta csak. Ezzel búcsúzik a riporter, Kígyó Károly. Köszönöm a nedves sportrajongókat ezen a rendkívül mozgalmas állatolimpiai meccsen, amely a vízilovak és a disznók közt folyik. Kupák cupáknál a labda. Duhaj Karaj veszi át. Szalámi. Na de amit a vízilovak csinálnak, az már sertés számban egy. De Hurka Gyurka visszaszerzi a labdát, micsoda virtuóz csülökcselek. Na ez aztán lehűti a kedélyeket. Úgy eledett az eső, mintha dézsából öntenék. A pálya tiszta sár lett, remélem csak futózáporról van szó. Vajon félbeszakítja a bíró mérkőzést? Nem, elállt az eső, folytatódhat a találkozó. A pálya azonban mocsárrá változott. Hippó Póni és Szalámi reklamálnak, állítván, hogy itt lehetetlen játszani. Szalámi paprikás hangulatban van, de a bíró nem vesz erről tudomást. Folytatódik a mérkőzés. Kupás cupáknál a labda, Duhaj Karaj fejel, Szaláminál. Te jó ég, teljesen eltűnt a sárban. És Szalámi eldagonyászott a kapuig, 1-0! A vízilovak már indítják is az ellentámadást. Közelednek a disznóvédők. Ó, te jó ég, valóságos közelharc folyik a labdáért. Köpörtyű helyezkedik. Ó, nem, összetévesztette Szalámit a labdával. És lőnek a vízilovak, gól, 1-1! És most betelik a pohár. Szalámi barna lapot kap. Hát, ez viharos tempójú mérkőzés volt, kedves nézői. Elköszön a kommentátor, Kígyó Károly. Ismét üdvözlöm a foci barátokat az állatolimpián, ahol a nagy, gonosz farkasok játszanak mérkőzést a kis malacokkal. Jelen pillanatban 3-0-ra vezetnek a farkasok. Duhaj Karaj passzol Hurka Gyurkának. Szalámi. Ajjaj, meglehetősen tisztességtelenül szerel Gonoszkár. Ám a víró tovább engedi a meccset. Megint a farkasok támadnak, ott vannak már is a disznókapunál. Töpörtű a disznókapu, sajátos védési módszert alkalmaz. De ez nem válik be. Gól! A farkasok ma úgy látszik, félretették a szabálykönyvet. Helyette farkas törvények uralkodnak, a malacok kezdenek. És farkas terke súlyosan szabálytalankodik kupák cupák ellen. Lássuk, mit tesz a bíró. Semmit, engedi tovább a meccset.
Töpörtyű megerősíti a védelmet, de nem tudom, mit remél, hiszen az előbb sem vált le. A farkasok rendkívül erőszakosan játszanak. Igen, nagyon is erőszakosan. Gól 5-0. A disznók kezdenek, és... micsoda, büntető? Ez a bíró egyértelműen farkaspárti. A farkas csatár ismét a disznókaput fenyegeti. Töpörtyű azonban fura módon egy csöppet sem aggódik. Ó, már értem, Töpörtyű kitűnő védekező technikát dolgozott ki, a farkasok bele is sétáltak a csapdájába. Töpörtyű az egész csapatot kivonta a forgalomból. És most visszajött a bíró bátorsága is. Kiállítja az egész farkas csapatot, csak hogy megfeledkezett Erdős Ordasról, a kapusukról. Töpörtyű azonban nem volt ilyen feledékeny, ezzel el is köszön a riporter, Kígyó Károly. Üdvözlök minden sportrajongót az Állatolimpián, ahol éppen a csigák mérkőznek meg a kagylókkal. Az állás 0-0, és jelenleg a kagylók koedukált csapata támad. Osztrik Gazsi passzolja igaz Gyöngyinek. Kagylóri adja előre. És gyönyörűen szerel Éti Otto, aki visszaküldi a labdát a kagyló térfélre. A kagylók héjukra állva indulnak támadásra. A csigák házatáját komoly veszély fenyegeti. Osztrik Gazsi kerül lövőhelyzetbe a csigakapu előtt. A kapuban nyalkanyálka. Osztrik Gazsi! Ó, beleragadt a csiga válalékba. Ezt a szegény kagylót most bizony lehetetlen lenne felemelni. A kagylók legszívesebben a héjukat tépnék idegességükben, mert mozdulni sem tudnak. Kapusuk siet a kagylók segítségére, és... ajaj, ő is a nyálka fogja lett, szegény kagylónak gyöngyözik a homloka, de hiába erőlködik. A csigákat most már senki sem állíthatja meg. Házhordi csigamér vezeti a labdát, szédületes sebességgel halad a kagyló kapu felé, és minden bizonnyal gólt fog lőni. Igen, ebből biztos gól lesz, igen! Mindjárt belövi! Igen, biztos, muszáj neki! De nem! A bíró lefújja a meccset, vége! Valószínűleg mindkét csapat elemezni fogja a tanulságokat legközelebbi puha testületi ülésén. Ezzel búcsúzik önöktől a közvetítés vezető, Kígyó Károly! Az Állatolimpia mai orszarú vakond mérkőzésén. Mindenki meglepetésére az orszarúak bizonyulnak ma gyengébbnek, a vakondok ugyanis teljesen aláástak minden orszarú próbálkozás. Most is a vakondok támadnak, ezúttal földtúró Rudinál a labda. Gyönyörűen cselezi ki Rinna Cézárt, és vészesen közeledik Tülkös Nózi kapujához. Lő! Lő! És gól! Ezzel megvan a 19. vakon gól. Az orszarbókat a szarbuknál fogva vezeti a vakon csapat. Ami egyszerűen érthetetlen, úgyhogy most vakon kontnál a labda. Hirtelen sarkon fordul. Rino Cézár indít ellentámadást. Egy föld alatti mozgalmas mérkőzést láthatunk ma. Vaksi szereli Rino Cézárt. Ügyes csel volt. Most Rino Cézár támadja. Ellenkező irányból pedig Hefti Böki Cserpák közeledik vészesen. Vaksinak nincs hová menekülnie. És hihetetlen ügyes csellen lép meg Vaksi, miközben a fél orszármú csapat kiüti egymást. De magasságos ég, mi ez? Beomlik a pálya. A vakondok túlzásba vitték az áskálódást. Szerencsére a bió lefújja a meccset. Nyertek a vakondok, de valószínűleg felelősségre vonás vár rájuk köztulajdon szándékos rongálásáért. Ezzel búcsúzik a kommentátor, Kígyó Károly.
Üdvözlöm a futballrajongókat az Állatolimpia utánozhatatlan hangulatú meccsén, ahol éppen a majmok és a gyíkok közti mérkőzés zajlik. 3-0-ra vezetnek a majmok. Fávián Iván továbbítja Makáko Ákosnak. Inda Dani kerül lövőhelyzetbe fenyegetve, sütkérezi Leguán kapuját. De gyönyörűen szerel farka veszti Gekko. Inda Dani feltartja, ez bizony nem volt szép, a bíró mégis tovább inti a meccset. Gekko fogja a farkát és elhagyja a küzdőteret. Ebben a szezonban már nem valószínű, hogy pályára lép. És Tiranai Rexi jön be helyette. A majmok tiltakoznak, de hát végül is ő is csak egy nagyra nőtt gyík. A majmok edzője szintén cserél. Ingo Kongo jön be. Ezúttal a gyíkok tiltakoznak. Közben Rexi és Kongo már is harcba indult a labdáért. Kongo kaparítja meg. És belövi. Tiranai Rexit leviszik a pályáról, és bejön helyette Jura Palvidino. Kongo tiltakozik. Jura Palvidino megszerzi a labdát, és befejeli a hálóba. Lássuk, mit lépnek erre a majmok. Mi? Egy homo sapiens küldenek be? Na de ez már valóban túlzás, micsoda szörnyeteg! A bíró úgy dönt, hogy a homo végül is csak egy nagyra nőtt majom, és engedi játszani. De ebben a pillanatban vége. A majmok homója már nem juthatott labdához. De a majmok így is győztek 4-1-re. De ennek a szörnyeteknek a feltűnése a pályán úgy látom hatalmas botrányt vált ki. Ezzel el is köszön a riporter, Kígyó Károly. Köszöntöm a sportrajongókat a mai mérkőzésen, ahol a disznók és a krokodilok vívnak meg egymással. A krokodilok mezén szponzoruk a híres Gummiburg chips gyártójának embriája díszeleg. A gyár elnöke itt ül a kis padon, hogy drukkoljon nekik. A disznókat viszont az alig 20 hurka gyár támogatja, melynek elnöke szintén a kis pad vendége. Kurka Gyurka gyönyörűen szerel, Kurta Farki Ferkére passzolja. És volt lő Ferke! Az edző legszívesebben odaszalonna, hogy adjon neki egy cupákos puszit. A kolbászgyáros viszont elégedetlen. Azt reklamálja, hogy nem látszik eléggé az emblémája, és követeli, hogy a csapat váltson mezt, amit meg is tesznek. Alig átörnél a labda, átadás Rücskös Öcskösnek. Retikolos kapja. Megindul Retikolos. Áttöri a védelmet. Már ott is van Töpörtyű kapujánál. És egy-egy Töpörtyű sziporkázik, de nem egészen olyan értelemben, ahogy várnánk. Közben a chipsgyáros felpanaszolja, hogy túl feltűnő a hurkagyár emblémája, és szintén meccscserét követel. A hurkák kezdenek. Szerelnek a chipsek. Szép, hosszú átadás. Te jó ég, micsoda remek vacsora készül a pályán. És vége a meccsnek, az eredmény hurkák chipsek 1-1. És most kapom a hírt, hogy a Gummiburg és az Alikúz elnök együttműködési megállapodást kötött állateledel gyártásra. E hírrel el is köszön a kommentátor Kígyó Károly. Jó étvágyat, jó hurkálást mindenkinek! Üdvözlök minden foci rajongót ezen a fantasztikus hangulatú mérkőzésen, amely a fejős tehenek és a kezes bárányok között zajlik. Egyelőre nem esett gól, de ez állítólag csak... taktikából van így. A bárányok támadnak. Szereli őket a jövőre lila-fehérben játszó Milka Panna. A tehén csapat indít támadást, melyet lelkesen támogatnak a csapat szurkolói is. Bari Feri tiltakozik a bírónál a tehén lepények ellen, de a bíró tovább engedi a játékot. Szégyen is lett volna félbeszakítani Felvőgi Bogdánnak ezt a lendületes támadását.
De a jóból is megállt a sok, és a bíró végül is figyelmezteti a teheneket, hogy minden cserét be kell jelenteni, még az anyagcserét is. És büntetőt ítél. A bárány edzőnek döntenie kell, ki fogja végrehajtani. És a csavartjairól híres Racka Lackót küldi be. A kapuban legelészi. Feltűnően nyugodtak látszik. És gyönyörű védés. A bírónak valahogy meg kellene fognia a labdát. Megfoghatatlan. Nem! Megszólalt a megmentő Wecker. Ideje beterelni a jószágot a gyepről. Búcsúzik Kígyó Károly az olimpiai tejcsarnokból. Köszöntöm a sportbarátokat az állatolimpián, ahol ma a teknősök és a csigák nyílik össze kupatulásukat. Az állás 0-0 és jelenleg Teknő Jenő és Éti Otto küzdenek a labdáért. A feszültség leírhatatlan. A kapusok izgatottan várnak, tudván, hogy bármelyik pillanatban bármi megtörténhet. És Éti Otto szerzi meg a labdát, és már is lecsapni készül a teknős kapura. Röpke 20-25 percet tart a támadás. Hát Koppi Koppány helyezkedik a kapuban. És nyalka-nyálka a csiga kapus hirtelen előre küld egy hátvédet, hogy erősítse a csiga csatársort, és gól 1-0! Most mintha megváltozott volna a játék ritmusa. Gól 1-1! Úgy látom, nyalka-nyálka most bajba kerül. Nem, minden rendben a csigáknál a labda, úgy tűnik kicsit felhúzták magukat. Éti Otto lő. És szépen védi hát Koppi Koppány. Most maga a kapus lendül támadásba, méghozzá páncél nélkül. A bíró egy kis zavarban van. Zavar a zavarban. A csigák is ledobják a házukat, és miért ne tennék? Mind levetkőznek, anyaszült mesztelen csigák futkároznak a pályán. A csigák támadnak. És gól 2-1 a csigák javára, amikor is vége a mérkőzésnek. A csapatok kicserélik mezeiket, ahogy ez szokás, és lefutnak a pályáról. Ezzel elköszön a kommentátor, Kígyó Károly. Ismét köszöntöm a futballrajongókat az állatolimpián, ahol most a 8-karú polipok mérkőznek az őskori hívokkal. Az állás 0-0, de a polipok fantasztikusan bánnak a labdával. Ügyesen veszi le a labdát Poliplipót, és a gyíkok kapuja komoly veszélyben van. De nem! Gallér Valér gyönyörűen véd. Kirugás! Süt kirezi Leguánnak, átadás Farka veszti Gekkónak. A Gekkó támadásba lendül, de feltartja két rossz indulatú polip. Ez bizony csúnya volt. És a sebesült Gekkó harmonikusan mozogva elhagyja a pályát. Kaméleó jön be helyette, a gyíkok egyik sokszínű játékosa, és a polipoknak nyitva kell tartaniuk a szemüket, hogy követhessék, legalábbis az árnyékát. És Kaméleó áttöri a polip védelmet. Kicselezi Oktopuszit. És gól! A polipok reklamálnak ugyan, de Kaméleónak minden joga megvan hozzá, hogy használja a természetes adottságait. Megint Kaméleónál a labda. És Poliplipót leköpi tintával, ez nem szép dolog, de a bíró nem avatkozik közben. Szegény Kaméleó, ismét a polipok támadnak. Te jó ég! Kaméleó fantasztikus nyelvérzékkel csípi el a labdát hiába, elég csípős a nyelve. Kaméleó szinte megszakad az erőfeszítéstől. És 2-0 a gyíkoknak. Amikor is vége a rangadónak, a gyíkok nyertek 2-0-ra, ennek ellenére behozott farokkal jönnek az öltözőbe. Ezzel búcsúzik a közvetítés vezetője, Kígyó Károly. Thank you.
üdvözlet a sportrajongóknak ezen a baromfira izgalmas mérkőzésen, amelyet a szemétdombikakasok játszanak a háztáji tyúkokkal. A mérkőzésen az a szokatlan, hogy férjek és feleségek játszanak egymás ellen. De úgy tűnik, hogy ezekben a családokban a kakasok viselik a talét, hiszen 3-0-ra vezetnek. Peckes kacskó lövi elé, gól 4-0! A tyúkok csak kotkodácsolnak és bukbukdácsolnak a pályán. Kukornél szerel. Te jó ég, levesbe valóriát egyenesen bögyömbökte a labda, be is tojt szegény. És a férje Kukurihárd észrevesz, hogy a tojás és Kukornél úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. A bíró le is küldi a pályáról a két féltékeny kakast. A tyúkok megpróbálják kihasználni előnyüket. Kender Magda adja Baron Fidéliának, akit Kakas Kolos szerel. Kender Magda is bukik és dob egy tojást, amely feltűnően hasonlít Kakas Kolosra. Kender Magda férje Peckes Lackó gyanút fog és leküldik a két kakaskodót. Most aztán a tyúkok nekiindulnak. Ki akarják használni a kakasok létszám hiányát? Csirkeborka lövi rá, de kivédi férje, Csipkedi Csörbök. Kirugás, megint Csirkeborkához kerül, de ő is eltolja a dolgot. A tojás szemét Dombi begyanagyra hasonlít, elképesztő. Most az utolsó két kakast is kiállítják, mivel nincs ellenfél, a tyúkok nyertek. Azt persze nem lehet tudni, hogy mi ennek a váratlan diadalnak az oka, a tyúk vagy a tojás. Egy biztos, a bírónak sikerült felcsípnie néhány klassz tyúkot. Ezzel elköszön a riporter, Kígyó Károly. Üdvözlet minden kedves sportrajongónak az állatolimpia mai fantasztikus mérkőzésén, melyet a szobos borjak hívnak a mocskos disznókkal. Duhaj Karaj kerül lövőhelyzetbe fenyegetve Wiener Schmidti kapuját. Duhaj Karaj lő és gól! 3-2 a disznóknak! A mérkőzésnek viszont még korán sincs vége, hiszen bejön a pályára Deltási Benga, aki állítólag anyaborgikus szteroidot használ, bizonyíték persze nincs. És bár támadásba is lendült, micsoda borjasztó erőben van! És belövi a gólt, 3-3! Most a disznóedző jelenti be, hogy cserél a csapat, Hurka Gyurka megy le, de vajon ki jön be helyette, lássuk csak, lássuk! Igen, Dagadó Adolf a beálló róla egyébként, azt állítják, hogy acidorofint használ, de persze erre sincs bizonyíték, Dagadó Adolf indul! Deltási Benga megy rá! Úgy látszik, az acidorofin oldja az anyaborgikus szteroidot. Persze egyiknek használata sem bizonyított, és 4-3 a disznók javára! Deltásit leviszik, mert kicsit leeresztett. Tarján Felsáll jön be helyette, aki állítólag hormonkészítményeket szed bizonyíték. Persze erre sincs. Felsáll még fel se áll, de már lő és gól. De mi történik a jó ég? Tarján Felsáll szétfolyt. Hiába ez a gond a hormonkezelt hússal. Bizonyíték persze nincs, és ez a gond a mai élsporttal is. A versenyzők egyre erősebbek, de egyre törékenyebbek. Közben Dagadó Adolf lövőhelyzetbe került a borjukapu előtt, és mindjárt itt lesz a gól! Ilyet még soha életemben nem láttam. Dagadó Adolf felrobbant. Ez bizonyára az acidorofin mellékhatása, melynek használata természetesen nem bizonyított. Ezzel már el is búcsúzik a riporter, Kígyó Károly! Köszöntöm a sport és állatbarátokat ezen a rendkívüli hangulatú mérkőzésen, ahol a bikák küzdenek az orszarvúakkal. Az állás 0-0, de támadnak a bikák Holstein Frici vezetésével. De a bíró most észrevett valamit. Igen, Rino Cézár megsebesült, ebből minden bizonnyal büntető lesz. Az orszarvú ugyanis veszélyeztetett faj, nem szabad megsebesíteni. Heppi Böki Cserpák készülődött lövéshez, de Minotaur él, csodálatosan védett. Holstein Frici a labda, átadás Szarvas Marcinak, majd Torro Rudi kapja. És veszélyben Diop Triárd kapuja, te jó ég! Diop Triárd megsérült, szabadrugást. A bikák tiltakoznak, de a bíró köteles megvédeni az orszárbókat, hiszen mint köztudott a bika faj túlélési esélye nagyon is jó, viszont a rinocéroszé rossz. Rinocézár végzi el a szabadrugást. Torro Rudi szereli megint Rinocézár, aki megindul vele. De a bikák nem tűrik, hogy elvegyék tőlük a labdát, és
Ó, de jó Isten, mi történik itt? Az országok teljesen kipusztultak. Vajon mit fog tenni a bíró? Tovább engedi a meccset, és Rino Cézár már is ott van Minotauri a kapuja előtt. És be is lövi. Rino Cézár az utolsó pillanatban megszerzi a vezetést. És vége is a mérkőzésnek. Az orszárbúak nagy árat fizettek. Ha segíteni akarja őket, küldje el adományait. Már jön is be az orvos és a gyúró, hogy kezelésbe vegye az orszárbúakat. De úgy látom, hogy a tülkeikért tülekednek, ami ugye vár tudjuk jó hatással van a férfiasságra. Ezzel búcsúzik is Kígyó Károly, a közvetítés vezetője. Köszöntöm a futballrajongókat a mai rendkívül izgalmas meccsen, mely a Rókák és a Hollók között zajlik. Az állás 0-0 annak ellenére, hogy a Hollók jelentős fölényben vannak. A Rókák egyszerűen föl sem érnek hozzájuk, a Hollók viszont könnyed légiességgel játszanak. Gyönyörűen vezeti a labdát Sohamári Tihamér, fenyegetvén ma Rókát a kapus. És bár a Hollók önbizalma nagy, Maróka már elszórta a kétkedés magvait. Sohamári Tihamér bekapta a horgot, Marókának csak előre kell küldeni a labdát. Ciróka kapja és támadásba lendül. Még mindig Cirókánál a labda, továbbítja az előlévő. Nem! Szereli őt Károgi Károly. De Maróka újabb trükköt dob be. Csak hogy ezúttal túl messzire merészkedett. Piros lap, de a bíró a károkozó madarat is leküldi. Károgi megy le, és bejön helyette a Holló csapat sztárja, a magas röptű labdafuttatásairól híres Piló Tamás. Hű, ez már igen. Ő aztán igazán magasra teszi a mércét. Már is rárepül Maróka kapujára. Maróka úgy látom felkészült a légelhárításra. Maróka le akarja fotózni Piló Tamást, akinek ez nagyon hízeleg. Mosolyra húzza a csőrét, és kiejti a labdát. Maróka hatalmasat rúg bele, és belövi. Piló Tamás megszégyenülten hagyja el a küzdőteret. Újabb ékes példájául annak a légi bölcsességnek, hogy a legnagyobb hiúság a legnagyobb hülyeség. Ezzel elköszön a kommentátor, Jean de Kifentem. Üdvözlök minden kedves sportrajongót az állatolimpia mai vakond elefánt mérkőzésén. Az állás 0-0, de az elefántok szinte alig jutnak vattához. Vakond vezeti a támadást. Kicselezi elefantalt. És gól! A vakondok valami mélyről jövő nagy lelkesedéssel játszanak. Most az elefántok indítanak támadást, elszántan arra, hogy egyenlítenek. A vakond kapus földtúró Rudi nem tűnik túl izgatottnak. Fant Elemér lövi rá, és fantasztikus védelmi trükköt láthatunk a vakond csapattól, amely csak nem biztos góltól menekült meg. Vakond indít ellentámadást. De kormányos Ányos légnyomás alá helyezi az ellenfelet, ezzel megtalálta a legjobb módját a vakond csapat elleni védekezésnek. Vaksi szerel. Az elefántok megint új taktikájukkal próbálkoznak. De atya úristen, az elefánt csapat nyilván feljebb akar jutni a tabellán, de nem egészen ebben az értelemben. Újabb ígéretes vakon támadás bontakozik ki. Az elefántok lába alatt megremeg a talaj. Delirium Tremens helyezkedik. Részegítően szép fejes, és benn is van. Az akció láttán a nézők a szószoros értelmében úgy érezték, hogy lebegnek. A mérkőzés vége lenni, tehát egy-egy. Egetföldet megmozgató meccs volt, ezzel elköszön a riporter Kígyó Károly.
Üdvözlöm kedves foci barát nézőinket az Állatolimpia mai meccsén, amely az oroszlánfókák és az orszárugak közt zajlik. Egyelőre nem esett gól, a két csapat közt szoros a küzdelem. Az oroszlánfókák ügyességükkel, az orszárugak inkább erejükkel próbálnak érvényesülni. Vizi Leo továbbítja a Tapsi Uszonynak. Totyi nála, aki igen szép fejessel visszaadja Tapsi Uszonynak. Ó, te jó ég, az orszárgóak karamboloztak. És már ott vannak a fókák tülkös nózi kapujánál. Vizi Leo lövő helyzetben. Atya Isten, ez bizony rosszul jött a fókáknak. Hatalmas erejű szél támadt, ami az orszárgóaknak kedvez. A fókák kapusának viharos gyorsasággal romlanak az esélyei. De semmi sem tart örökké. Úgy elkezdett esni az eső, mintha dézsából öntenék. Épp úgy, mint legutóbb a disznók-vízilovak meccsen. Azt hiszem, ezt hívják dézsavűnek. A fókák most elemükben érzik magukat. Nem úgy, mint az orszarvúak, akik most jól befürödtek. De ma igen változékony az időjárás. Most megfagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Vajon lefújja a meccset a bíró? Nem, teljesen hidegen hagyja őt a rideg hideg. Közben Rino Cézár szerzi meg a labdát, jegetverően gyorsan száguld a kapu felé, a kapus dermedten figyeli! És gól! Csak azt tudnám, mitől változik ilyen gyakran a... Jaj, ne! Egy ciklon tart felénk! Hogy meneküljek most, gyalog vagy biciklon? Segítség, stúdió! Hallotok engem? Stúdió! Köszöntöm a sportrajongóit ezen a kitűnő hangulatú állatolimpiai találkozón, amely a kígyók és az ebi halak között zajlik. Jelenleg 1-0-ra vezetnek a kígyók. Sikló Rámnál a labda. Pitóni. Kétség nem fér hozzá, hogy a kígyók a jobbak, az ebi halak egyszerűen lépésre tudnak tartani velük. Valószínűleg még nem elég érettek hozzá, kevés a tapasztalatuk. Hosszú átadás Szapora Viperának. És szereli ebi haladár, de ott is marad a labdán. Szegény úgy kiterült, mint egy béka, pedig még nem az. Szerencsére egy kis szájon átvillegeztet és visszaállítja őt a talpára. Megint a kígyóknál a labda, akik vészesen közelednek Embry Józsi kapuja felé. Tekergő Gergőnél a labda. Lövés! És Embry Józsi fantasztikusat véd a frissen kilőtt jobb karjával. Megint tekergő lő! És Embry Józsi ezúttal a bal karjával ismét gyönyörűen véd. Majd hosszan előre küldi a labdát. Zsebi Evi indít támadást, szorosan nyomálva Siklóri és Pitóni. De Zsebi Ebi fantasztikusan vágkázik újonnan nőtt karjaival, el vagyok képedve. De most Siklóri és Pitóni is lábra kap. Közben azonban Zsebi Ebinek megint kilőtt valamilyen. Kezd kilábalni a bajból. Fantasztikus versenyfutás. És a kígyók nem bírják tovább. Zsebi Ebi most elvesztette a farkát. A bíró a sípjába fúj és piros lap Zsebi Ebinek. BK-vá változásért kiállítják, nem játszhat az ebi halak közt. Kár, egy ugrása volt csak attól, hogy egyenlítsem, és ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. 1-0-ra győztek a kígyók, ezzel búcsúzik is a kommentátor Kígyó Károly. Köszöntök minden sportrajongót ezen az állatolimpiai mérkőzésen, ahol ezúttal a cirkuszi elefántok játszanak. A vad elefántokkal az állás 0-0 Luigi Fanio passzolja fivéreinek, Máriónak és Beppónak. Gyönyörűen veszi le Aldo Fanio, aki tehetséges ugyan, de túl légies. Szerencsére a cirkuszia kapujában éberen vár Guido Fanio, és akrobatikus ügyességgel véd. Ó, te jó ég, Aldo Faniót leviszik, és bejön helyette ki is, Naki. Ó, Lári Fánia, bohóc! De a cirkusziak edzője, maga a nagy Fánia meggondolta magát, és Lári Fánia helyett inkább Csikót, a saját fiát küldi be. Újra indul a játék. Szép összmunkát mutatnak be a Fániók. De ismét fenyegeti őket a vadelefántok támadása. Szerencsére Guido jól ormányzott mozdulattal véd. De úgy látom, három Fánia fivér lesérült, és hordágyon távoznak.
A nagy Fániónak nincs más választása, be kell küldenie Lári Fánit! Igen, már itt is van! És a cirkusziak ismét látványos bemutatót tartanak. Nyomukban Lári Fáni valaki természetesen elbóhózkodja a dolgot. És ismét támadnak a vadak. De Lári Fáninak nem megy el a bátorsága. Utánuk megy és megszerzi a labdát. És fantasztikus labdakezeléssel ellentámadásba kezd. És gól! Nagy kunszt volt. Igaz, nem háló nélkül mutatta be, de azért nagy volt. A bóckodásba egy kis bátorságot is belefont ez az elefont. Ezzel búcsúzik a riporter, Kígyó Károly! Üdvözlet minden futballrajongónak ellen az izzó hangulatú találkozón, amelynek során az orrszarvúak mérkőznek a struccokkal. A lelátó teli van a csapatok lelkes drukkereivel. Jelenleg a struccok vezetnek 1-0-ra, de az orrszarvúak vadul támadnak. Méghozzá páros lábbal tiporva a szabályokat. Spintyőke csodálatosan véd, de átesik rajta a labda és gól! 1-1! A struccoknál a labda. Rino Cézár szerel. Oj, de megint felrúgja a szabályokat és futimát. Igazán tülköztethetné magát az országú játékos. A bíró szabadrúgást ítél. A strut szektor kezd méltatlankodni. Ez bizony rossz jel, remélem nem állatfajulnak el a dolgok, mert ez brémes lenne. Ó, te jó ég, nem szeretem az ilyet, de mintha... Igen, ez hihetetlen, a strutcok szerelmeskedni kezdtek az országúakkal. Nyíltan a nézők milliói előtt. És miközben a nézőtéren kitört a szerelem, Szaladél készülődik elvégezni a szabadrugást. Hárítják az orrszarvúak. És tovább szabálytalankodnak, nem tudják abba hagyni, ez pedig tönkreteheti a lelátón szövődő új kapcsolatokat. De nem, az orrszarvú szurkolók csapatuk ellen fordulnak, a játékosoknak taktikát kell változtatniuk. Ez igen, az orrszarvúak gáláns előzékenységgel beengedik a hálóba a struccok labdáját. Ezt nevezem lovagiasságnak. A struccok tehát 2-1-re nyertek, és ezzel búcsúzik a kommentátor Kígyó Károly, aki lenyűgözve szemléli az állatfajok közti béke szeretet és egyetértés. Nagy szeretettel üdvözlöm a sportrajongókat ezen a kitűnő csodás hangulatú mérkőzésen, amely a nyakas zsiráfok és a kezes bárányok között zajlik. A zsiráfok 2-0-ra vezetnek, és most is náluk a labda. A zsiráfok ma a fejmunkára helyezik a hangsúlyt, a bárányok nem kis bosszúságára. Ismét egy gyönyörű fejes, és benn is van a gól. Wulmárk, a bárányok tiszta élő kapusa, nyíltan vállalja a gyengeségét. Bárány közékezés. Meri Norbert vezeti a támadást, és mi ez? Hirtelen köt szállt le a stadionra, de ez egyáltalán nem zavarja Meri Norbertet, aki már ott van a zsiráf térfélen fenyegetve Colos-Kolos kapuját. És belövi a gólt, azt hiszem. A zsiráfok követelik, hogy a bíró azonnal fújja le a mérkőzést, de ő jónak ítéli a látási viszonyokat. Távol álljon tőlem, hogy kritizáljam a döntését. Zsiráf középkezdés következik. A zsiráf csapat kezd bizonytalan lábakon állni. És a végetés irányából ítélve megint a bárányok támadnak. A kapuban tanácstalanul áll Colos-Kolos, és megzörren a háló, tehát gondolom gól 3-2. Colos-Kolos kirúgja a labdát. Azaz Meri Norbertet egyenesen a túlsó térfélre. A bárány csatár rázuhan a bíróra, aki alaposan megüti a farhátát és csöppet sem boldog. Kiállítja Meri Norbertet, de az egész nyájas csapat megy utána a szolidaritásból. És amennyire látom, ezzel vége is a meccsnek. A zsiráfok át 3-2-re győztek, gyakorlatilag erőfeszítés nélkül. Búcsúzik tehát a riporter Kígyó Károly. Thank you.
Üdvözlöm a sportbarátokat az Állatolimpián, és nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Protroki Oszkárt! A híres ex-futballistát, akit nem kell bemutatni, és amíg arra várunk, hogy megkezdődjék a kenguru termesz mérkőzés, felidézzük bajnokságunk néhány nagy pillanatát. Például a kitűnő struc csatár Szent Rohanna gyönyörű gólját a Vizilobak ellen. Valami hozzáfűzni való, Oszkár? Igen, én az... Ahogy mondja, szép lábunkát végeztek a struccok. Íme egy másik szép pillanat, Gallér-Valér védése. Igazam van, Oszkár? Igen. Köszönöm, és most lássuk az elefántok földet rengető teljesítményét. Az aztán szép volt, ugye szép volt? Igen. Ne szaporítsuk a szót. Na jó, tessék, itt van a mikrofon. Szóval... Bocs, hogy félbeszakítom, Oszkár, de most kaptam a hírt, hogy kezdődik a kenguru termesz meccs. A kenguruk már felálltak, de hol vannak a termeszek és drukkereik? De jó ég, mi történik itt? Elnézést kérünk, amiért nem tudjuk közvetíteni a kenguru termesz futballmérkőzést, de technikai gondok merültek fel. Később leadjuk felvételről, most folytatjuk műsorunkat.